Jó reggelt! És ahogy a napocska sugarai felmelegítik a levegőt, élettel telik meg a kaptár, és kirepülnek az első felderítő méhecskék. Köztük az én barátom Sári is. Ugyanis képzeljétek, Sári egy igazi felderítő méhecske. A magyar mézzel és a méhészkedés szépségeivel ismerkedtettek meg az ovisok a Mackóvár központi óvodában, ugyanis a méz királynő és a lovagok személyesen látogattak el az intézménybe. Moácsi Klaudia, a magyar mézkirálynő május 23-án indult országjáró turnéjára, hogy meglátogassa a vármegyék óvodáit, ahol a legkisebbek meseformájában tanulhatnak a méhekről, méhészkedésről, azok eszközeiről és a mézfogyasztás előnyeiről. A program természetesen kóstolással zárul, ami nagy sikert aratott a helyi ovisok körében is. Harmadik generációs méhész vagyok, mert a tatám is, az apukám is méhész. És tavaly előtt ellátogattam Jászberénybe, ahol minden évben megválasztják a mézkirálynőt, és mivel nagyon-nagyon szeretem a méheket, ezért ez inspirált arra, hogy elinduljak ezen a versenyen. Megfogalmazódott bennem, hogy mivel a lakóterületeken kívül vannak nagyon már a méhészek, így a gyerekek nem találkoznak sajnos a méhekkel. Ezért úgy gondoltam, hogy be kellene nekik hozni már az óvodába, hiszen ők a jövő generációja, és méhek nélkül pedig nincsen jövő. Sáriról, a méhecskéről szól a kis mese. Igazából ezzel próbálom egy kicsit a gyerekek bemutatni azt, hogy hogyan is épül fel egy méh család, főleg felhívni a figyelmet arra, hogy a beporzás ugye a legfontosabb feladatuk, és ezért kell őket nagyon megvédeni. Vigyázok rájuk, olyan helyre telepítem őket, ahol nem érheti őket veszély, ha nincsen élelmük, megetetem őket, és gondoskodok róla, hogy mindig legyen előttük friss víz. Ők cserébe megosztják velem a mézüket. Már kiskorban el kell ültetni a gyerekeknél a kis magokat, amik majd később fognak nyilván megérni, hiszen nekik ilyen pici korban még nem lehet túl sok információt átadni. Elég, hogyha 2-3 fontosabb dolgot megjegyeznek, hiszen majd ezt fogják később kamatoztatni. Nagyon nyitottak a gyerekek, főleg mikor hangosan lehet valamit mondani, és együtt megtanuljuk például, hogy a lány méhecskéket dolgozóknak hívják, ezt külön élvezik, de szerintem a legjobban a mézkóstolást. A mézkirálynő minden vármegyében felveszi a kapcsolatot a helyi mézlovagrendekkel, akik segítik a munkáját. A Sári a méhecske című mesét követően a gyerekek kérdésre is válaszoltak, felpróbálták a védőfelszerelést, és kétféle magyar mézet is megkóstolhattak. A mézlovagrendtől pedig játékkaptárt és kifestőket kaptak ajándékba. Magyarország egyik legkiterjedtebb mézlovagrendje vagyunk. 2008-ban alakult meg a mézlovagrendünk, 8 fővel. Most körülbelül, ha jól tudom, akkor 27 mézlovag szerepel a listánkon. Elsődleges feladatunk a méz, a méhek, a méhészeti termékek népszerűsítése, környezetvédelem, és elsősorban a méhek fontos szerepe az emberi életben, ugyanis, amit sokan nagyon tudják, hogy megporzás nélkül nincs emberi élet. A Palóczán mézlovagrend Borsod, Heves, Nógrád és a szlovákiai felvidék részéből adódik össze, innen vagyunk mi mézlovagok. Legnagyobb programunk az Szent Ambrus napján van. Tulajdonképpen akkor elmegyünk óvodákba, iskolákba, öregek otthonába, és ugyanígy népszerűsítjük a mézet, a méhészeti termékeket. Fogékonyak a gyerekek ilyenkor erre, és én úgy gondolom, hogy időbe kell ezt egy ember, egy gyermek életébe bevinni az, hogy miért fontosak maga a méhek, maga a megporzás. Az interaktív ismeretterjesztő programot nagy érdeklődéssel fogadták az ovisok, akik közül többen ismertek különböző mézfajtákat, és volt, akin a méhészkedéssel kapcsolatos kérdés sem fogott ki. Minden nap egyetek egy kanál mézet. Ezzel jót tesztek magatoknak, jót tesztek a méhecskéknek, és jót tesztek vele a földnek is.